üdv mindenkinek, ez itt ismét egy győzelem kapujás videó a változatosság kedvéért Paladinnal. A koncepció ugyanaz, a lehető legagresszívebb paklit próbáltam draftelni, egy csomó tök jó lapról lemondtam, érte volt Spiked Steed, amit felkínáltak, kettő vagy három Dragon Maw, Scorcher, meg Consecration, meg mit tudom, mert még gondolkodtam is rajta, hogy hát, ha ezzel befürdök, akkor lehet, hogy ezt nagyon szarul drafteltem 4-3, és lett volna sokkal jobb opció, de nem, úgy tűnik, hogy az, hogy relatíve konzisztens agresszió, az egy elég jól működő dolog most arénában. Nagyon kevés warriorrel találkozom, jegyzem meg érdekes volt. Lehet emberek megunták, lehet annyira nem szakadt be, aztán még mindig top 3 hardstone replay szerint. Lényegtelen. Szóval próbáltam egy kicsit a pont annak a warlock-paknak a mintájára, amit láttatok, draftelni valami ilyesmit. Ez közvetlen az utána következő aréna egyébként, az így jól hangzik, hogy back-to-back győzelem kapuja. Nem teljesen ugyanolyan, nyilván, tehát Paladinnál az agresszió egy része fegyverekből áll, meg spellekből, ugye buff spellekből. Van nekünk, hát jóval kevesebb igazából, 2-1 manás minionunk, meg egy Bloodclaw, ami nem rossz a meccs elején, később már kevésbé, főleg mert vannak más fegyvereink. Blessing of Wisdom, laphúzásnak jó, ellenséges minion megállítására is. Hand of Protection nyilván, ha előnyben vagy még nagyobb előnyt, egy ilyen sokkal rosszabb Death Speakerként funkcionál. Ami két manás volt és draftelhető, drafteltem Tuskar Fisherman, Spellzirker, Scarab Egg, mert vannak buffjaim, nyilván nem voltam boldog, a többi opció sem volt túl király, egy Bluegill Warrior, egy Plated Beetle, Ravasaur Runt. Nem szuperek, de ez így elég ahhoz, hogy elindulj az első körökben. Három manás lapok között vannak egész királyok, Tangle for Mystic, Tark Creeper, egy Maul, ami nyilván ha Divine Shield-et ad, akkor nyersz, Untamed Beastmaster, amire egészen sok célpontunk van, ha jól emlékszem 5, elég jól tud működni, ha éppen bejön, Blessing of Kings, Scavenger, az, hogy Stealth az tud segíteni buff célpontra, van meccs, amit úgy nyertem meg, hogy láthatatlanul üldögélt, aztán elég nagy lett, hogy leüsse az ellenfelet. Hammer of Wrath-ből 2, elsősorban a kézben sebzés miatt, meg kézből sebzés miatt, meg ugye face-re is tud menni, nem rossz. Oasis Snapjaw nem a világ legjobb lapja, ebben a pakliban vannak egész aranyos dolgok, amiket tud produkálni, de ez sem volt egy boldog pick. Shroom Brewer, mert jó lap, Ticket Scalper, mert jó lap, True Silver, mert jó lap, Hydra, mert ugye tökéletesen illik. Drafteltem egy Call to Arms-ot, nem csinált sokat. Arénában sosem volt egy olyan nagy szám az alapban, nörfelőt se, utána meg különösen, de úgy gondoltam, hogy a passzol. De már nem emlékszem, mik voltak az alternatívák, de annyira nem bizonyult nyerőnek. Dupla Fangolmancer, ezért működik a pakli. Ghostly Charger, tehát effektív a Hammer of Wrath, csak jobb. Egy Amani Warbear, a teteje egy Silver Sword. Elég volt 11 győzelemre, úgyhogy most pillanatokon belül kiderül, hogy elég esetleg egy 12-re is. Szóval kicsit kevésbé konzisztens abban a szempontból, hogy megragadja a bordot az első néhány körben, viszont cserébe a fegyverek a Hammer of Life a Rush Minionok nyomán egy kicsit jobban vissza is tudja szerezni, de azt hiszem olyan nem volt, mint hogy teljesen ledaráltak volna a bordról. Na hát 11 vines mage-nél én erősen tartok attól, hogy van olyanja, hogy Blast Wave, aminek nem örülök. Ezt a Bluegill-t megtartjuk. A Fangolmancer mindenképp, főleg Coin-nal, de egyébként is azt hiszem ez egy olyan pakli, ami azon áll, hogy bukik, hogy időben Fangolmancerre tud-e hagyatkozni. Ő is megtartott 3 lapot, úgyhogy ez egy érdekes mérkőzés lesz. Azon gondolkodom, lehet-e agresszív mage esetleg? Nekem azzal nem volt sok sikert, amikor próbálkoztam. Az agresszív mage-et akarsz, az alapvetően milyen alapú lesz. Aha, ez egy agresszív mage, ha Book Doctor van benne, vagy valami, ez a legrosszabb pikje volt, de... Nekem most az a sanda gyanúm, hogy valami agresszívet próbált. Itt a szomorú az, hogy ugye Fireball... Oh, és Face! Be akarja vinni az ingyen sebzést, nagyon izgalmas. Nem rossz hozzáállás. Ugyanúgy egy cseppés a bordban, a nagyobb tingel az annyira nem zavar. Következő körben el tudom használni mind a 3 manámat, trade-elni 3 manámat, és tudom a lagnak ide, vagy az ugye nyilván kellemetlenebb. Scarab Glowthrone azt jelenti, hogy ha
Ha pingel, az lassú. Ha nem pingel, akkor meg megvan a coin fan balanszorom. De a port hátrányból csináljuk, ami nyilván nem egy olyan. Kings. Hát az jobb. Lehet értelmesebb lett volna 4 élet erős C-t ütni. Áll. Megvan a fangom egyszer. Szóval elég egyértelműen hasonló stratégiát folytatunk mind a ketten. Kérdés, melyikünk van jobban felkészülve arra, hogyha ez így egyelő, így 5 kör után döntetlenre áll. Van nála egy lap a kezdőkézből, ha az egy Blast Wave, abból 2 spellt tud lehúzni. Ugye a 4-4-es megöli a 3-3-os. Azzal szerintem még együtt is tudok élni, hogyha van a Blast Wave-e. Bing. Szóval Kobold Geomancer Hammer of Wrath megöli a 3-4-es 2-2-es trade-el a másikkal, de... szinte biztos, hogy jobb valami számokra. Így a következő körben tudok olyat, hogy Bluegill Fungalmancer. Így egy nagyobb, cupákosabb minionom van, ha ő maga is a Money Warbearrel leüt a Hammer of Wrath-val. Okay. Azt hiszem, hogy azt meg fogok tudom kapni a jándékba. Trédelünk a... Trédelünk ezzel. Van rá valamekkora esély, hogy ott megkapik a plusz 2 spell damage-et abból az izéből, Kobold Geomancerrel plusz 3, akkor a Hammer of Wrath egy Fireball. Jó, mellettünk e-sportolva, akkor ez a mérkőzés tartok tőle, hogy ennyi volt. Tehát a Tangle for Mystic-ből kapott, Shaman Lab-ból kapott Shaman Lab. Aha, világos. Ez történt most velünk. Hát innentől kezdve nyilván a face a place, nem tudsz mit csinálni. Aminek logikus következménye, hogy bármilyen van, veszítesz. Hát ha van bőrny a tetején, valami Pyroblast jellegi dolog, vagy akár csak egy Bortyria, nagyon kevés dolog valami itt nem ver meg, tehát minionok. Akkor van esély, hogyha itt most trade-el és kijátszik egy-két nagy miniont, és ad nekem egy-két kört arra, hogy leüssem. Az sem annyira szörnyű. Még ez sem annyira szörnyű. Hát legyen a Scorcher vissza voltam szörnyű. Hát akkor ezt elvesztettük. Megpróbáltuk küzdeni a bordért. Geomancer, Bluegill, Hammer of Wrath. A face-re próbálok menni a Truth, vagy a Silver Sword, ez 2 körön keresztül 6. Bluegill 3, Hammer of Wrath 4, az 13, még 5 hiányzik. Nincs charge lapon, ezen az egyen felül, fegyver nem játszik, ez 12 sebzés a bordon. Hello? Hello? Hello?
Ez a valószínűleg így 100 helyet csak 98% az esélye, hogy kikapok, és tovább tart a meccs, tehát nagyobb valószínűséggel diszkonektál. Hát jó, Mage Kalimos, elég jó Mage lapnak van a Kalimos, ezt feltételeztük eddig is szerintem, ez senki számára nem jelent újdonságot. Nem is a Grizzly a baj, azt szét tudnám ütni, a baj az, hogy az én fejem lesz szétütve hamarabb. As long as it keeps out of us. Hát ha valaki tudja bántani, akkor már ég baj van. Mindig van egy lap a kezdő kezéből, Pyroblast van off. Csak azt, hogy egy Silver Sword-dal bele fogok ütni a maciba. Gondolom van valami secret is hozzá. Oh! Mi lett az alap a kezdő kezéből? Kijelentek sajnos. Az egyik minior, amit közben tudott volna valami mással value trade-elni, még talán lett volna, miről beszél. Hát ide így nincs. 9. Hat, kilenc, 11, 12. Lenni egy Leroy Jenkins-en az lethal-látnak. Trader-a. Ezzel ad nekem esélyt. Bár nagyon sok secret van, ami nem ad nekem esélyt. Nem tud nekem esélyt. Felmegy 4-re. Ghostly Charger. 3 nem egy fel. Oh. Túl csak választási rövésvésé. Nem, meg vagyunk halva. 13-as meg lesz, igen. 15 sebzés a bordon, nem tudok megölni semmit fegyver nélkül. Igen, arra is beszélve, hogy bármilyen secret megszívat igazából. Na jó, hát igen, ez nyilván nem egy reprezentatív hasztón mérkőzés. Egyébként szerintem nem voltak rosszak az esélyeink. Anélkül a teljes lószár, anélkül, ami történt, az egy... Az csak egy 7-7-es, egy 87-7-es, hogy bármilyen normális alatt. Be tudok rágni, ez semmi nem lett volna. Na mindegy, gyűlölök így veszíteni, ez így... Mindig így érzi az ember, hogy mi a faszért próbálkozik komolyan játszani. De hát 11-re akkor jobb volt. Ez mondjuk egész menő. Nagyszerű. Mindenféle tegyük legközelebb.